Hét magyar kijöckíti a földjéről nyugat felé. Élükön Álmossal, meg a fiával Árpáddal. És az ugyanarról a vidékről való Kazár ellen lázadó szövetséges népek sokaságával. Álmos vezér meg övéi ekképpen léptek a kijevi szlávok földjére. Itt egy időre megtelepedtek. Sokan közülük nem pihentek meg, hanem mentek egyenesen Attila országába. A vitézi nép is folytatta nyugati zsákmányszerző hadjáratait. Álmos Kijevben ütötte fel a szállását. Ennek emlékeként ma is Álmos udvarának hívják-e helyet. És az ugorok itt tartózkodására emlékeztetnek mind a mai napig a kijevi Magyar Hegy, Magyar Hely, Magyar Gázlóhely nevek. A magyarok sorozatosan legyőzték a szomszédos szlávokat. Úgy kezelték őket, mint rabszolgákat, és súlyos adókat vetettek ki rájuk. Álmos idejében azonban a szlávok, akik ekkor még szintén bálványimádók voltak, és a magyarok már összebarátkoztak. Olyannyira, hogy ezutóbbiak közül egyesek szívesen álltak kijevi szolgálatba. Színázik a ráró, jászolból a kanca, gazdag a néhoz, uronál a társa, evéd a konyhán, görcsös az asztal, rajta a kondér, benne a kása, zabál a vajda, meg a komája, dohos a pince, pernyés a pitval, parlagon a mesdje, ugar a barázda. Nem sok idő elteltével ismét nyerekbe kellett szállniuk. Itt nem maradhattak meg ugyanis a sasoktól, mert hogy azok úgy ellepték a fákat, mint a legyek. Elemésztették barmaikat, sőt, még lovaikat is. Azt akarta ugyanis Isten, hogy minél hamarébb szálljanak le Magyarországba. A magyarok azon kevesek kivételével, akik életüknél is jobban ragaszkodtak ahhoz a költöz, amelyen laktak, mindig akadnak ilyenek, ismét fölkeltek, hogy kövessék vezérüket és csillagukat. Ekkor ők jobbnak tartották, hogy Árpád legyen a fővezér, mint sem atyja, mivel hogy immár koránál fogva is rátermettebb volt erre a méltóságra. Három hónapig ereszkedtek le a hegyekből, és eljutottak Magyarország és Erdőelve határába. Az Ad Álmos, miként Hajda Mózes sem az ígéret földjére, nem jöhetett be Pannóniába. A magyarok a lakatlan pusztaságot szűknek találták barmaiknak, és mivel tudták, hogy a Duna igen jó folyó,
és az azon túl lévő lakott részeken is igen jó a föld, úgy határoztak, hogy elfoglalják. Annak a szerződésnek az értelmében, amelyet a morvák időközben elhunyt vajdájával, Svatoplukkal kötöttek, a magyaroknak adta az úr Pannóniát. Magyarok, mikor nagy nevet halljátok, mintha oltár előtt templomba volnátok. Emeljétek meg a kalapjaitokat, mert köszönhetitek neki hazátokat.